Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem más fogok csinálni, mint kérdésekre fogok válaszolni, egy kicsikét másképpen a megszokott módtól. Ugyanis amikor kérdeztem tőletek, vagy mondtam nektek, hogy akinek van valami kérdése, nyugodtan kérdezzetek ugye ott a videó alatt, rettentő sok kérdést kaptam, és a mai videóban szeretnék rájuk válaszolni, lehet, hogy mindenkre nem tudok, lehet, hogy 2 videó lesz, lehet, hogy 3 videó lesz, de próbáljuk a legtöbb kérdésre válaszolni. Ami ötletem még volt, ugye sok embert lehet, hogy nem érdekel ez a kérdéses dolog, ugye, hogy miket válaszolok rá, mert lehet, hogy nem érdekli, de nagyon sokan kértétek tőlem, hogy nem csinálják ilyen autós, vezetős videókat. Tehát, hogy csak vezetek és mutatom nektek a gólkosztot, hogy merre járok, és ezért gondoltam, hogy berakom a GoPro-t az autóba, ami ugye még nem történt meg, de mire ezt a videót ti látjátok, ez már még megtörtént, és vezetek egyet. Tehát ameddig vezetek, megy a GoPro, és azt a videót ide most beteszem, az én fejemet, amit most láttok, azt pedig lekicsinyítem ide a sarokba. Ezáltal hallhatjátok ugye, hogy miről beszélek, láthatjátok a fejemet is, és nézhetitek is, hogy ugye merre jártam. Kezdjük az első kérdés, amit rettentő sokat kaptam. Nagyon-nagyon. Én ha jól emlékszem, hogy jól láttam, hogy 300 valahány kérdést kaptam, de betöltöttem a videót, itt a számítógép mellettem, ami itt van most lent, de most nem tudom megmutatni. Úgyhogy, mondom az első kérdést. Nem más kérdeztem, mint... Várjál. Közelebb hozom a számítógépet. Ide leteszem az ölembe. Jobban látom. Nem más kérdeztem, mint Bence Rózsa Völgyi. Akarsz harmadik gyereket? Nem akarok harmadik gyereket. Szerintem kettő épp elég, legalábbis nekem elég. Aztán már hol vagyunk? Kaiser 7 Hun kérdezte, miért vagy ilyen hiperaktív? Én nem tudom, hiperaktív vagyok? Nem tudom, hogy az vagyok-e vagy nem, lehet, hogy kicsit ugye így a videókon úgy látszik, hogy gyorsan beszélek, és nem tudom. Ami nem tudok egy helyben megmaradni, mármint úgy, hogy nekem mindig mennem kell. Tehát hazérek munkáról ugye, ahogy tudjátok, nincs, nagy ritkán van olyan délután, hogy én nem csinálok valamit, vagy nem megyek valahova. Ha nem is megyek valahova, valamit itthon biztos, hogy kell csinálni, nem kell, én akarok. Nem tudok így megülni egy helybe, úgyhogy semmit tenni, úgyhogy leülni a tévé elé, és ugye semmit tenni. Esténként így leülök, és megnézünk egy ilyen filmet, vagy egy sorozatot, ugye, de ennyi, nekem mindig mennem kell, mindig valamit kell csinálni, mert hogyha nem, akkor nem tudom, nem bírok magammal. A munkával is így van, hogyha egy nap nem dolgozhatok, akkor ha csak egy órát is, ugye, nem, na minden. Lehet, hogy hiperaktív vagyok, lehet, hogy nem, de ilyen vagyok. Lehet, hogy túl sok Red Bullt iszok, nem tudom. Ami most már nem is iszok Red Bullt. De nem a következő kérdése. Dex pappa kérdezte, nem szeretnél hazaköltözni? Ugye volt már ilyen kérdés korábban is, és mindig szoktam mondani, hogy én itthon vagyok. Ha Magyarországot érted, Magyarországra nem tudom, nem szeretnék oda költözni. Volt róla, nem is fasz, hogy szó, csak beszélgettünk a feleségemmel, hogy mi lenne, ugye, vagy mi lett volna, hogy mondjuk elköltöztünk volna Magyarországra, ugye, vagy ott mit csinálnánk, mint egy évre, vagy kettőre, de hazaköltözni, én itthon vagyok, tehát ott van az otthonod, ahol megteremtetted magadat, ugye, itt van mindenem, a család, a gyerekek, az autó, sok minden, ami itt van benne, ugye, a lakásban, nem tudom. Tehát én itt el vagyok, jól vagyok, én itthon vagyok, ugye, ahogy szoktam mondani. Na minden, menjünk a következő kérdésre. Várjál. Tommy Land Hun. Te kit szeretsz jobban, Lucas-t vagy Davis-t? Én mind a kettőt ugyanúgy szeretem, ugye mind a két filmet ugyanúgy szeretem. Nem lehet különbséget tenni. Tehát egyszer valakinek, vagy neked lesz gyereked, biztos, hogy meg fogod érteni. Kire számítasz jobban az életbe? Mind a kettőre, vagy nem tudom, hogy érted ezt. Davis lány vagy fiú? Mert volt egy kis veszekedés. A Davis az fiú. Lehet, hogy egy kicsit ilyen hosszabb, göndörös a haja, és lehet, hogy egy kicsit lányosnak néz ki, de a Davis az fiú. Majd később ugye ez meg fog szűnni, és a haja nem kezd ilyen göndörös lenni, és lehet látni, hogy majd fiú, és nem lány, ugye. Mi a családodnak a Lucas teljes neve, és Davis-é és a felesége teljes neve? Molnár. Molnárok vagyunk. Aztán menjünk tovább. MTA San Andreas kérdezte, jobb Ausztráliában, mint Magyarországon? Ez attól függ, ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen az életed Ausztráliában, vagy milyen az életed Magyarországon, ugye. Vannak különbségek, de
nem tudom, hogy nehéz megmondani. Tehát 19 évet laktam ugye Magyarországon, akkor költöztünk ide, jelenleg ugye 35 vagyok, már el is múlottam, nem sokára 36 leszek. És még Magyarországon laktunk, ugye én sok mindent nem csináltam, csak iskolába jártam. Hogy milyen Magyarországon dolgozni, fogalmam nincsen, ugye, mert sose dolgoztam Magyarországon, végülis nem nagyon, mert csak ilyen pár napot, ami nem olyan rendes munka volt. De ugye itt kezdtem el dolgozni, meg családot teremteni, meg mindent, tehát nem tudom, hogy Magyarországon ez milyen lehet. Itt olyan, amilyen, nem tudom, ugye ez attól függ, hogy hogy alakul ugye az életed. Ugye itt is vannak emberek, akinek rossz az életük, tehát itt is vannak ugyanúgy hajléktalanok, vannak munkanélküliek, mindenkinek itt is vannak problémái, ugyanúgy, ahogy ugye nekünk is néha, és nem tudom, tehát nem tudom. Megyek tovább, várjál. Mert sok. Lucas nem volt féltéke, mikor a Davis megszületett. Kovács Kristóf kérdezte. Nem volt féltékeny. Nem hiszem, hogy féltékeny volt. Egy kicsit furcsa volt neki, de nem hiszem, hogy az volt. Hallottál már az e-sportról? Mi a véleményed róla? E-sport? Én nem tudom. Lehet, hogy hallottam róla, de nem tudom, hogy most mi az. Lehet, hogy láttam, de fogalmam nincsen. Majd egyszer megnövezted a szakálladat. Nem hiszem. Ugyanis a Davis nagyon nem szeret, ugye, meg a Lucas sem, meg a feleségem sem, amikor közel megyek hozzájuk, és mikor így kezd nőni, és ilyen borostás, és így ugye nem jó, mikor az arca hozzáér, mert ilyen, mint a smirgli papír. Ilyen nagyra szakállat nem szeretnék növeszteni. Hány éves vagy? 35 éves mullottam. Hány éves vagy? Feleséged hány éves? Lucas hány éves? És Davis hány éves? Tehát, én 35 mullottam, a feleségem egy évvel fiatalabb én nálam. A Lucas 8 éves mullott, a Davis pedig egy éves mullott. Megyünk tovább. Nézel esetleg magyar videósokat? Ha igen, két magyar videósokat, nem nézek magyar videósokat. Ahogy szoktam mondani, a Székely Vegát néha szoktam nézni, meg a Drónos Vilit néha ugye szoktam nézni, mikor feltölt videót. Amúgy magyar-magyar videósokat nem, nagy ritkán ugye, mikor behozza a kereső, nem a kereső, ilyen ajánl a YouTube-on videót, és nagy ritkán előfordul, hogy egy magyar van közt, és néha rájuk kattintok, de nem nézem. Feleségedet nem zavarja, hogy videózol. Nem zavarja, és rettentő régóta videózok már, tehát 2006-ban kezdtem ugye, mikor készítettem rövidfilmeket, mindent, tehát rettentő régóta videózok, meg ilyen filmeket készítek. Most már nem zavarja, elején lehet, egy kicsit furcsa volt, de most már nem zavarja. Mikor Balázs Csontos kérdezte, mikor fogjátok körbe utazni majd Ausztráliát, vagy körbe fogjátok? Egyszer mondtad, mentek majd Új-Zélandra is. Ausztráliát én szeretném körbe utazni. Hogy mikor? Nem tudom. Majd egyszer valamikor, ha nem is ugye körbe-körbe, de több helyre ugye elmenni. Amint a Davis egy kicsit idősebb lesz, és jobban lehet vele ugye autózni, lesz időm is, meg minden jó lesz, akkor biztos, hogy több helyre fogunk ugye elmenni. Körbe autózni, amúgy én gondolkodtam róla, amikor elmegyek nyugdíjba, vélek egy ilyen lakóautót, és körbe autózom ugye majd a feleségemmel, addig a Lucas meg a Davis már ugye nagyok lesznek, úgyhogy nem hiszem, hogy velem akarnak jönni. Majd akkor lehet, hogyha még akkor is még mindig készítek videókat, ilyen vlogos videókat, vagy hasonlókat, akkor megosztom veletek, és meg tudjátok nézni. Új-Zélandra nem tudom, mikor megyek. Majd egyszer biztos oda is elmegyek. Amúgy nem volt tervben mostanában, hogy oda el akarok menni. Ha most jelenleg laktok, ott alattatok egy folyó vagy tó van. Válaszolod előre és köszi. Ez egy folyó. Ez egy olyan folyó, ami jön fel a tengerből, az óceánból. Jön ide fel, és felfolyik meg, lefolyik. Tehát egyszer ebbe az irányba folyik, egyszer meg a másik irányba folyik. Ez olyan folyó. Aztán, milyen érzés volt kiköltözni, haza akartál menni? Milyen érzés volt, ugye fiatalabb voltam, tehát 19 voltam, amikor ide kijöttünk. Nem volt a legjobb, nem mondhatnám olyan túl jó volt, ugye, mert sok barátaim voltak ott ugye Magyarországon, és akkor ide jöttünk, nem volt senki is, ugye barátok semmi se, angolul egy szintén kukkot nem beszéltem, nem ismertünk senkit se, és rettentő rossz volt. Én nagyon szívesen ugye visszamentem volna, de nem lehetett visszamenni. Úgyhogy, na, megyünk tovább. Levi Tricks kérdezte, hallottatok Ilonka néniről? Ilonka néni? Ki az az Ilonka néni? Nem hallottam Ilonka néniről. Megyünk tovább. Milyen autótok van? Van egy Kia Rio-nk, meg van egy Mazda MX-5-ösünk. Mennyi a Mazda fogyasztása? Fogalmam nincs, mennyi a Mazda fogyasztása, komolyan mondom. Amikor elfogy a benzin, akkor ennek is megtankolom a Mazdát, hogy mennyit eszik, nem tudom. Sose néztem. Menjünk tovább. Hány éves vagy te is a Lucas és a feleséged? Bemondod a nevem. Dani Cut. CZUTH. Bemondtam a nevedet.
Már mondtam, ugye hány évesen vagyunk, 35 hullottam feleségemmel, egy évvel fiatalabb. Szeretsz Ausztráliában élni, jobb, mint Magyarország? Ugye ez a kérdés volt hasonló az előbb. Én szeretek itt Ausztráliában élni, tehát nekem nincs bajom vele. Megyek tovább. Szia, Tamás! Csak azt szeretném kérdezni, hogy ti ott Ausztráliában nem féltek a veszélyes állatoktól. Vagy már megszoktátok, hogy ott vannak, választott előre is köszönöm. Félek én a veszélyes állatoktól, inkább a kígyóktól félek nagyon. Tehát vannak ilyen veszélyesebb pókok is, de nem tudom, én a kígyóktól nagyon félek. Már még ilyen veszélyes kígyóval nem találkoztam így. Csak az állatkertben. Hány évesek vagytok? Ezt már elmondtam ugye az előbb. Miért költöztetek ki Ausztráliába? A szüleim akartak ugye kiköltözni, és én megjöttem velük, meg az öcsém is, mert még fiatalok voltunk, tehát sok választási lehetőségünk ugye nem volt. Szia Tamás, mikor voltál utoljára Magyarországon? 2012-ben voltam utoljára Magyarországon. Hányadik osztályban jár Lucas? Lucas az a harmadik osztályt most végezte el, és most megy a negyedik osztályba. Csak nézem, hogy mennyi percnél tartunk, nem akarok olyan túl-túl hosszú videót készíteni. Várjál, megyünk tovább. Hány éves vagy? Ausztrállal és Magyarországról mondj egy jó és rossz dolgot. Ausztrál és Magyarországra egy jó és egy rossz dolgot. Te? Ausztráliáról rossz dolgot mondani, van sok veszélyes állat, kígyó, rettentő meleg tud lenni ugye nyáron, főleg itt minálunk ilyen izzadós idő. Ez rossz dolog. Jó dolog? Volt jó dolog is? Nem, az nem volt csak. Jó, de jó és rossz dolgot. Ja, jó dolog Ausztráliáról. Itt mi nálunk rettentő sokat süt a nap, ahogy ilyen látjátok ugye a videókon keresztül is, itt van a tengerpart, ami szerintem jó dolog, tehát amikor akarunk, ugye lemegyünk egyet, fürdünk egyet, hazajövünk, nem tudom, ez jó dolog, nem? Nem jó dolog? Én szeretem, hogyha sokat süt a nap, tehát mikor borús az ég, én azt nagyon nem szeretem. Vagy hogyha esik az eső, ez jó. Magyarországról jó dolgot mondani, nem tudom, ugye amikor annak idején ott laktam, nekem akkor sem volt ugye semmi baj. Volt sok barátom, jártam az iskolába, tehát jó volt. Rossz dolgot mondani Magyarországról, nem tudom. Keveset fizetnek az embereknek, ugye ezt szokták mondani. És ez nem a legjobb dolog, ugye. És nagyon sokszor ugye borús az idő, ez egy rossz dolog Magyarországról. Ugyanis én nem szeretem a boros időt, ahogy mondtam. Na mire, menjünk tovább. Hello, szia, szevasz! Egy olyan kérdésem lenne, hogy amikor esik az első nálatok, akkor a pókok tényleg futnak a házak felé, és be akarnak menni. Hogyha esik az első, hogyha a pók kint van, nem tudom. Nem láttam még pókot futni a ház felé, azért mert megeredt az első. De nem tudom, biztos, hogy próbálnak ugye elbújni, hogyha a ház van a közelbe, akkor biztos, hogy próbálnak befutni, de ilyet én még sose láttam, hogy be akarna ugye futni a póka esik az eső. Mikor mentek kajakozni? Kajakozni, hogyha jó idő van, és nem esik az eső, ugye akkor van jó idő, és van idők is, akkor megyünk kajakozni. Na várjál, megyünk tovább. Lakásba vagy házba fogtok költözni? Házba fogunk költözni. Ugyanis lakásba nem akarok én többet költözni. Fogtok egyszer Magyarországra jönni? Igen, fogunk egyszer Magyarországra menni, hogy mikor, azt még nem tudom, fogalmam sincs. Majd ha a Davis egy kicsit idősebb lesz, de ma meglátjuk, ugye nem akarok mondani dolgokat, hogy majd mikor, meg mikor nem, mert nagyon sok mindentől függ. Nagyon, ugye ez meg tud változni is, de a közeljövőben nem, nincs terve, hogy Magyarországra ugye fogunk menni. De majd fogunk menni. Aztán, lehet majd neked csomagot küldeni, majd ha jöttök Magyarországra, akkor lesz nézőkkel találkozó. Hogyha megyünk Magyarországra, és még mindig videózok, akkor lesz a nézőkkel találkozó. Hogyha már nem videózok, akkor nem lesz. Valószínű, ugyanis akkor már senki nem kíváncsi ugye rám. Aztán mi volt a másik kérdés, hogy csomagot? Ugye mondtam, hogy majd lesz ilyen postafiók, amit rettentő régóta ígérgetem. Majd lehet küldeni, de ugye nagyon sokan kérdezitek, hogy hova lehetne küldeni csomagot. Sokszor megadom, főleg régebben megadtam a címemet embereknek, hogy nyugodtan ugye küldhettek, és ugye nem lett belőle semmi sem. Tehát 10 emberből, hogyha a 10-nek megadom, abból 10-ből egy ember találhatja küld csomagot. Ugyanis a csomagküldése, nem tudom, hogy tudtad, de rettentő drága ide Ausztráliába, vagy innét Ausztráliából Magyarországra. És drága, ezért ugye, ha meg is adom, nem biztos, hogy mindenki küldene, akik ugye mindig kérik a címet. Na minden, amikor a postafiók lesz, és oda azt mindenkinek megadom. Szia, az én kérdésem a következő. Nem szeretnétek még egy gyereket? Nem?
hová mentetek Nászútra a feleségeddel? Nászútra a feleségemmel körbeautóztuk Magyarországot, ugyanis Magyarországon volt az eskü. Ezt lehet, hogy nem tudtátok, lehet, hogy tudtátok, na mindjárt. Körbeautóztuk Magyarországot, elmentünk Szlovéniába, jártunk Olaszországba, elmentünk Makedóniába. Aztán hol voltunk még? Olaszország, az most mondtam, ugye? Itt a környékben, Magyarország környékén körbeautóztuk. Meg már nem csak körbeautóztuk, ugye mindenhol megálltunk. Volt, ahol egy napra, volt, ahol egy hétre, volt, ahol, na mindjárt. Tehát ott azon a környéken. Aztán miért nem magyar keresztnevet adtatok a gyerekeknek? Azért nem adtunk magyar keresztnevet a gyerekeknek, ugye, mert miért adtunk volna magyar keresztnevet a gyerekeknek? Ugye itt lakunk Ausztráliában, itt járnak iskolába, tehát mindenkinek könnyebb, hogyha ugye rendes ausztrálos nevet kaptak ugye a gyerekek. A feleségem az egyáltalán ugye nem is magyar, tehát ennyi erővel kérdezhetné valaki, hogy miért nem makedón nevet adtunk ugye a gyerekeknek, mert a feleségem ugye félig, meddig a szülei ugye makedónok voltak. Tehát ez egy ilyen, nem tudom. Tehát azért nem is gondolkoztunk rajta, hogy magyar nevet adjunk a gyerekeknek. Meg különben, hogyha a Lukasz felnő, meg a Davis felnő, nem hiszem ugye, hogy magyar lányt fognak elvenni, tehát az ő gyerekei valószínűleg már annyira nem is fognak annyira, lehet, hogy egyáltalán nem is fognak beszélni magyarul se, és ez a magyar ágy egy úton módon itt majd lehet, hogy egy kis hal, ugye, mert ha elvesztek például egy ausztrál, Monika Lukasznál elveszt egy ausztrál lányt, lesz egy gyerekük, aki ugye jobbára ausztrál lesz. Annak lesz majd még egy gyerek, aki meg ugye már ausztrál lesz, és nőne, ha csak persze nem magyar lány feszel a Lukasz vagy a Davis. Sose lehet ugye tudni, majd kiderül egyszer. Mi Ausztrália a fő nemzeti étele? A barbecue-t azt nagyon szeretik, ugye ezt a húson, nem húson sütés, hanem ezt a sütés, kolbászos, ezt a sütés, ugye kint mikor ott sütnek ilyen dolgokat, azt nagyon szeretik az emberek, főleg az ozik ugye. Mondj kérlek három dolgot, amiért jobb odakint élni, előre is köszönöm. Szépen süt a nap, itt a tengerpart a közelbe, és nem tudom, télen is azért meleg van, nincs olyan túl hideg, nem tudom. Na minden, menjünk a következőre. Hány éves vagy? Ki motivált téged, hogy elkezd videózni? Ugye, ahogy mondtam, én 2006-ban kezdtem el videózni, ilyen rövid filmeket kezdtem el készíteni, hogy ki motivált? A YouTube, komolyan mondom, a YouTube motivált, ugyanis akkor kezdődött ugye ez a YouTube dolog. Láttam, hogy nagyon sok ember sok érdekes videót feltöltött a YouTube-ra. Láttam akkor, hogy készítenek emberek ilyen rövid filmeket is. Gondoltam, hogy ezzel én is meg akarok próbálkozni. Megpróbálkoztam, rettentően megtetszett, és azóta nem bírom abba hagyni. Most már ugye nem készítek ugye rövid filmeket, meg hasonlókat, hanem inkább ugye ilyen vlogos videókat, meg hasonlókat. De végülis a YouTube motivált, mondhatjuk úgy. Hogy hívják az öcsédet? Attilának hívják. Várjál, megyek tovább. Lesz Hello Szomszéd játék a játék csatornádon. Mi az a Hello Szomszéd játék? Fogalmam nincsen. Bekapogunk a szomszédhoz, és mondjuk, hogy hello vagy. Erről komolyan mondanom, nem hallottam. Milyen nyelveken tudsz? Hát én tudok magyarul, meg tudok angolul. Más nyelven én nem tudok. Szia Tamás, honnan jött a Hello, Szia, Szevasz beköszönés? Lesz olyan élőadás, amiben felhívod a nézőidet? Ez a Hello, Szia, Szevasz beköszönés, én legelőször az Amerikai Pitek 2-ben hallottam, amikor a Stifler kikiavált abból az a terepjáróból, mikor mentek le a tóra, hogy Hello, Szia, Szevasz, van nálatok terasz, hogy ott a lányoknak, és az úgy megmaradt bennem, nem tudom, nekem innét jött. Élőadás, hogy felhívom a nézőket, ilyen már volt egyszer. Nem, ti hívtatok engem élőadásba, vagy én hívlak titeket? Nem tudom, hasonló már volt. Mostanában nem tervezek ilyet. De ki tudja, lehet, hogy a jövőben majd lesz. Mikor találkoztatok a feleségeddel elsőnek? A feleségemmel elsőnek mikor találkoztunk? Hú, te, 2005 vagy 4? Vá, te. Ilyen gyors kérdés volt. Régen találkoztunk, ugye 10 éve vagyunk házasok, 11 éve ismerjük egymást körülbelül, egy kicsit több, mint 11 éve talán, akkor találkoztunk. Na minek, menjünk tovább, jöttök valamikor a családdal Magyarországra, megyünk, hogy mikor, azt még nem tudom. Úgyhogy ezt a videót én azt mondom, hogy itt lassan befejezem, még egy kérdés, és valószínű, hogy folytatjuk ugye majd tovább, én most folytatom tovább, de majd legközelebb megosztom veletek ugye jövő héten valószínű, nem akarom olyan túl-túl hosszúra készíteni. Még egy utolsó kérdés ebbe a videóba. Zsolti HD kérdezte, elfelejtettem mondani a neveket, na minden. Szia, az lenne a kérdésem, hogy amikor költöztetek Ausztráliába, hogy jött az ötlet, hogy pont oda menjetek?
Nem volt furcsa, hogy megszoktad Magyarországon a vezetést, és itt megint át kell szoknod, válaszod előre és köszi. Hogy jött az ötlet? Ugye mi először ide kijöttünk, Adelaide-be érkeztünk, eljöttünk körbenézni itt Ausztráliába, hogy ugye hova költözünk, Melbourne-be, Sydney-be, Brisbane-be, Gold Coast-ra. Gold Coast megtetszett, visszamentünk Adelaide-be, elment egy kis idő, történtek dolgok, és úgy döntöttük utána, hogy ide költözünk a Gold Coast-ra, ugyanis nekünk ez jobban tetszik, mint Adelaide vagy Sydney, és ide költöztünk a vezetés. Először furcsa volt, de nem sokáig, kb. Ilyen pár napig, egy hét maximum, és utána hozzászoksz, tehát nagyon egyszerű hozzászokni, ugyanis másik oldalt van a kormány, másik oldalt jönnek az autók, minden teljesen a más oldalt van, és nagyon, nagyon könnyű hozzászokni, tehát ezzel nem volt gond, egyáltalán nem volt gond. Úgyhogy ennyi, én azt mondom, hogy ennyi mára. Hogyha tetszett ez a mai kérdez, felelek videó, akkor ide írjátok meg a videó alá, mármint az, hogy itt láttok is, meg közben vezetek is. Hogyha nem, mert nem tudom, a fejemet szeretnétek jobban ugye látni, és nem vagytok kíváncsiak, hogy merre vezettem, akkor írjátok meg, hogy ne így csináljam, csak a rendes fejem legyen benne az egész képernyőbe, ne legyen közben vezetés. Csak gondoltam, hogy megpróbálkozok ezzel, ugyanis gondoltam hát, hogy érdekes lesz. Úgyhogy jövő héten, vagy pár nap múlva folytatjuk tovább ezt a kérdez feleleket, válaszolok a többi kérdésre is, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!